Megszépült környezetben, korszerű berendezésekkel várja ezentúl a látogatókat az érsek családi művelődési ház. A település az elmúlt évben nyújtotta be pályázatát energetikai fejlesztésre, a pozitív bérállatnak köszönhetően pedig mintegy 27 millió forintos kormányzati támogatásból korszerűsödhetett az intézmény. Felső Róbert érsek család polgármestere kiemelte, a művelődési ház több helyi szervezetnek, kulturális rendezvénynek szolgál helyszínül a mindennapokban, így fontos volt, hogy megfelelő komfortérzetet teremtsenek az odalátogatók számára. A fűtő-hűtő korszerűsítésnek köszönhetően ez most megvalósult, tette hozzá. Egy olyan fűtő-hűtő felülrevezetett fűtő-hűtő rendszer, légbefúvó rendszer került kiépítésre, ami hát ilyenkor nyáron hűt, mint azt ugye éreztük is, télen pedig majd fűteni fog, és az egészet egy napelem rendszer működteti, tehát ebből kifolyólag az épületnek az energiamérlege az teljesen pozitív lesz, az energia költségekre fizetendő számlája pedig majdnem, hogy nulla. Több közösség mellett az érsek családi Pazsa Rózsa Néptánc Egyesület próbáinak bemutatóinak is a művelődési ház ad otthont. A csoport megalakulása az 1930-as évekre vezethető vissza, amikor is Csuka Zsigmond, a Gyöngyös Bokréta mozgalomhoz csatlakozva létrehozta a mára országos ismertséget elérő táncegyüttest. A néhai alapítótak tiszteletére a kulturális intézményt átkeresztelték, így az ettől kezdve a Csuka Zsigmond művelődési ház nevet viseli. A névadó ünnepséggel egybekötött átadóra Zsigó Róbert, Baja és térsége országgyűlési képviselője is ellátogatott, aki köszöntőjében a hagyományok ápolására és a település folyamatos fejlődésére hívta fel a figyelmet. Az elmúlt években a kormány nagyon sok olyan döntést hozott, amivel a vidéki településeket próbálja fejleszteni. Utak épültek, közintézmények újultak, meg ebbe a sorba illik talán az érsek családi művelődési ház, habár azért hozzátehetjük, hogy az elmúlt évtizedben több mint 10 esztendeje lépésről lépésre újítják meg a művelődési házat. Most ugye egy energetikai korszerűsítés átadása volt a névadó ünnepség mellett, amely egy 27 millió forintos beruházás. Nem csak a felújított művelődési háznak örülhetnek az érsek családiak, a település ugyanis egy új kültéri sportparkkal is gazdagodott, a csaknem 10 millió forintos támogatásnak köszönhetően. A korszerű sporteszközökkel felszerelt pálya lehetőséget teremt a helyieknek és a környékbeli lakosoknak arra, hogy megfelelő körülmények között végezzenek saját testsúlyos gyakorlatokat. Az ünnepségen egy további örömhírrel is készültek a vendégeknek, miszerint a jövőben újabb fejlesztések valósulhatnak meg a faluban. Érsek család is helyet kapott ugyanis azon települések névsorában, akik sikeresen pályáztak a Magyar Falu Program első támogatásaira. A közel 40 millió forintos pályázati forrásból tovább korszerűsödhet a Csuka Zsigmond művelődési ház, emellett az eddig használaton kívüli gyülekezeti ingatlant is felújítják.